2016. június 29-én Turán tették le Közép-Európa első geotermikus kiserőművének alapkövét. Az egység a József Attila utca külterületi szakasza mellett helyezkedik el. Dr. Szabó László, külgazdasági és külügyminiszter helyettes parlamenti államtitkár az ünnepélyes alapkülletételen kiemelte. Ez a beruházás nem csupán tura, hanem az egész ország számára jelentős lépés. Ez a technológia, ami most idejön, ez a világ egyik legmodernebb geotermikus technológiája, és Közép-Kelet-Európában nincs is ilyen másik. Tehát nagyon örülünk annak, hogy ilyen innováció jött most ide. Egyébként Magyarországon 1200 hévíz forrás található, de ezeknek csak 10-12 át használjuk fel lakossági vagy ipari célból. Tehát jó hír az, hogy ha egy ilyen természeti kincsen rendelkezünk, akkor azt ilyen zöld módon ki tudjuk használni. Egyébként Magyarország teljes zöld energia felhasználásának csupán ilyen 6-8 át teszi ki a termálvíz, tehát itt is van még mit tennünk. A magyar kormány egyébként nagyon komolyan gondolja azt, hogy diverzifikáljuk az energiaforrásainkat. Ugye az ukrán válság is felhívta rá figyelmet, hogy nagyon fontos az, hogy ne csupán egyféle energiát használjunk, és ne csupán egyféle irányú, irányvonalból használjuk ezt, a, ezt az energiaforrást, és minél több megújuló energiaforrást találunk, és minél innovatívabban használjuk fel őket, annál nagyobb értéket tudunk teremteni az ország számára. Az erőművet a Turavel KFT és a termálvizek hasznosításában élenjáró, járó, szingapúri központtal működő izlandi-kínai KS Orka cég építi. Erikur Bragason, a KS Orka vezérigazgatója az eseményen elmondta: A világ számtalan részén építettek már erőműveket, és büszkék rá, hogy Magyarországon is megépíthetik az első ilyen egységet. A céljuk az, hogy a további években több erőművet is létrehozhassanak majd itt, hiszen hazánk geotermikus energia szempontjából jelentős potenciállal bír. Kiemelte azt is, hogy izlandi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a geotermikus energia hatása rendkívül fontos a gazdasági élet területén. A Turán épülő kiserőmű 2,6 megavattos elektromos teljesítményével hozzávetőleg 800 családi ház évi villamos energiaigényét lesz képes biztosítani, illetve a tervek szerint egy zöldségtermesztésre berendezkedő óriási üvegház is épül majd az egység mellett, amelyet a kiserőmű 6 megavattos teljesítménnyel lesz képes fűteni. A turai melegvíz, ami 1962-ben került napvilágra egy szénhidrogén kutatás fúrás során, amit még a MOL elődje egy magyar orosz közös vállalat végzett itt a helyszínen, tőlem itt egy 200 méterre jobbra van az eredeti út, ahol nem kőolaj és nem földgáz, hanem termálvíz, 97 fokos termálvíz tört föl több atmoszférás nyomással. Az emberek fantáziáját mindig mozgatta. Ugye akkor már Eger működött, Zsóri működött, Budapesti fürdők működtek, és hát erre a gondolatra fölfűződtek a turai emberek is, hogy hát mit lehetne ezzel csinálni. Na no, csináltak is vele, több évtizeden keresztül a mezőgazdasági szövetkezet az üveg és fólia sátrait fűtötte, ahol zöldségnövényeket termesztettek, és világkertészkedést folytattak. Ez azonban a rendszerváltással megszűnt. Azt követően az átalakult önkormányzatiságban csak wellnessben tudtak gondolkodni. Gyártottak is rengeteg tervet elődeim azzal kapcsolatban, hogy, hogy hát itt hogy is képzelnék el az ötcsillagos szállodákat. Csak egyetlen dolog, dolog hibázott a megtérülés. Ezt követően ö, egy felszámolás során a Turavel Kft. vásárolta meg a Turai Tú4-es tu kút vízhasználati jogának a 80%-át, valamint itt a körülöttünk lévő beépítésre szánt 10 hektár területet. Fölgyorsultak az események, és egészen a 2008 as gazdasági válságig, hát úgy nézett ki, hogy, 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 hogy tudunk is előre lépni. Ezt követően viszont nagyon sok érdeklődő volt, de igazából tőkét nem tudtak belehozni. Ebbe a vállalkozásba viszont nyilvánvalóvá vált az, hogy ö, egy lábon nagyon nehéz a víz nyújtotta lehetőségeket kiaknázni, és a megtérülést egy belátható időskálán belül elhelyezni. Ezért ö, nagyon helyesen a Turavel KFT ügyvezetője, Misszori László úr arra gondolt, hogy mi lenne, ha több lépcsőben aknázná ki ezt a lehetőséget, és ö, megfúrásra került még kettő kút. Így most három kút áll rendelkezésre, és csodák csodájára a visszasajtoló kút, aminnét 900 méterre található, egy olyan természeti csodával ajándékozott meg bennünket, ami azt jelenti, hogy 119 fokos a kilépőhő, és percenként 4200 litert tud hat atmoszférával ez a kút, tehát pozitív a kút. A 4 milliárd forintból megvalósuló kiserőmű alapkövét Szabó László külgazdasági és külügyminiszter helyettes, Erik Úr Bragasson, a KS Orka vezérigazgatója és Szendrei Ferenc Turaváros polgármestere helyezte el. A beruházás kivitelezése várhatóan jövőre fejeződik be.